Bármelyik gyerek kipróbálhatta, milyen érzés poroltóval megfékezni a lángokat. Hosszú sorokban várakoztak a tolnai diákok a tűzoltók által felállított állomásoknál. Itt is voltunk, hol csináltak tűzt a konyhánál. Én azt a sárga autót, amiben ki lehetett próbálni ezeket a hangokat. És mi volt a legjobb? Közben itt toltják a tüzet. Még nem mindenhol voltunk, ez a harmadik. A tolnai Vosinsztimor általános iskola diákjai megtapasztalhatták, milyen élmény egy füstelteli helyiségből menekülni, sőt a tűzoltó autóba is beülhettek és a szirénát is bekapcsolhatták. A legtöbben eddig csak munka közben találkozhattak tűzoltókkal. Nekem a apukámnak a testvérje az tűzoltó. És mit láttál, hogy dolgoznak ők? Hogy tüzet oltanak, meghívják őket, és akkor tüzet oltanak. Hát nem sokat látom. És szerinted milyen munka egy tűzoltó élete? Milyen az élete? Izgalmas, nem annyira izgalmas? Hogy? Szerintem izgalmas. És nem félelmetes? Hát egy kicsit. Egy kicsit. Közben itt a lányok nagyon jelentkeztetek, mondjátok. Én járok balettre, és egyszer, amikor mentem haza, akkor ott volt egy ilyen bokor, és ott égett a tűz, és láttam, hogy mennek a tűzoltók oda. Tényleg? És mit kell csinálni, ha ilyet látunk, hogy ég a tűz, azt tudod-e? Felhívjuk a tűzoltókat. Azok már ott jöttek. Ők akkor már ott jöttek, akkor megfékezték a tüzet. Igen? Igen? Én még sokszor otthonban mindig hallom, hogy a tűzoltók itt mennek össze-vissza. Látom, már nagyon jelentkezel, hallgatunk. Meg hogy egyszer voltunk Pécsen, mentünk Pécsre, és egy autó kigyulladt. És akkor ott voltak a tűzoltók. Komolyan is nem ijedtél meg? De, megijedtem. Az iskola diákjai ajándékba kapták a bemutatót, mert ők bizonyultak a legkreatívabbnak egy az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt pályázaton. A gyerekek összesen 5 helyszínen próbálhatták ki, milyen munkát végeznek a tűzoltók nap mint nap. Miért van most ez a nap, elmondjátok nekem? Azért, mert mi nyertük meg ezt a versenyt. Rajzoltunk az iskolában, és akkor megnyertük. Mi nyertük a legtöbb rajzot a rajzpályázaton. Az egész országon mi voltunk, amit a most mondták a Vosinsztimor általános iskola tornán volt a legjobb ilyen rajzból, tűzoltó rajzból. És ki mit rajzolt? Mondjuk egyesével egy... Tűzoltó autókat, amin oltják el a tüzet. Igen, látom, te nagyon akarod mondani. Én azt rajzoltam, hogy a tűzoltók épp kimennek, mert egy konyhában ég a tűz, mint itt. És mit csinál? El tudták oltani? Persze, hogy el tudták oltani. És ki mondja még el, hogy mit rajzolt, igen? Mindenféle verseket. Verseket írtál, vagy rajzoltál, vagy mit csináltál? Hát, én valaki. Jól van, itt a lányok közben nagyon jelentkeznek. Hogy én olyat rajzoltam, hogy ég a tűz, és ott vannak a... Majd ott hívják a... Vagy nem tudom már mit, hívják a tűzoltókat. És már jönnek. A mai katasztrófavédelmi bemutatónak az az apropója, hogy az Országos Tűzmegelőzési Bizottság minden évben meghirdeti alkotói pályázatát, ez az idén sem volt másképp, és az országosan legtöbb pályázatot benyújtó iskola elnyeri a legkreatívabb iskola címet, és jutalmuk egy katasztrófavédelmi bemutató. Az idei évben, 2018-ban a tolnai Vosinsztimor általános iskola lett az ország legkreatívabb iskolája, tehát országosan innen érkezett be a legtöbb pályázat, ezért jutalmuk ez a mai bemutató. Öt helyszínre osztottuk a tolnai sportpályát, füstsátorban menthetnek a gyerekek, megtudhatják azt, hogy hogyan kell helyesen eloltani egy konyhában keletkezett tüzet, gyakorolhatják a
kézi porraloltó készüléknek a használatát, természetesen kipróbálhatják a technikákat, mint az a háttérben hallatszik, és van egy ötödik helyszínünk, ahol egy ismeretterjesztő videót nézhetnek meg, amivel reméljük, hogy minél több hasznos információval gazdagodhatnak a tűzmegelőzés területén.